családjukért, kis közösségükért és tágabb közösségükért, Miskolcért. Az idén helyszínt is váltottunk, megmondom őszintén részben azért is, hogy ne az legyen a megmérettetés, hogy fel tudunk-e menni a Csanyigba, hogy odat feltolják a gyerekkocsikat, illetve hogy a piknikező kosarakat magukkal cipeljék az emberek, vagy hogy tömött sorokban próbáljunk átjutni egyik árostól a másikig, hanem hogy ebben a csodálatos zöld környezetben, Miskolc szívében tudjunk közösen ünnepelni, beszélgetni, találkozni egymással, és újra alakjuk be ezt a szép teret itt a belvárosban. Mert nagyon sok emberrel beszélgettem itt, akik elmesélték, az idősebb generációhoz tartozók, hogy ők még emlékeznek a népkerti majálisokra, ők még emlékeznek arra a hangulatra, amely itt volt a háború előtt. A népkertet több mint 140 éve a kiegyezés után egy területrendezés kapcsán, amelyet érintette az avasnak bizonyos területeit, a kálváriát alakították ki, és akkor még nem volt a város belterülete. Aztán fokozatosan belakta a város, köré kúsztak az épületek, és Erzsébet liget, mert akkor így hívták, a miskolciak kedvenc találkozóhelye volt. A másik célunk az volt azzal, hogy ide hoztuk az idén, hogy azt szeretnénk, hogyha újra ez lenne Miskolciak kedvenc találkozóhelye, és nem csak ünnepnapokon, hanem a szürke hétköznapok délutánjain is kikapcsolódni, feltöltődni, ide járnának a miskolciak. Mert mindannyiunkat fűz valami emlék a népkerthez. Az én gyermekeim például itt tanultak meg biciklizni, úgyhogy szívesen jövök ide-vissza. És nemrég itt jártunk egy csapattal, egy rendezvénynek a helyszínét keresve, és akkor csodálkoztam el rajta, hogy milyen csodálatos az, mikor tavasszal robbakodulnak a fák, és akkor megfogalmazott ez a gondolat, ide jöjjön, május 1-én itt ünnepeljünk, itt keresik egymás társaságát a népkertben. Remélem mindenki megtalálta azt a programot, amely számára vagy a családja számára valamilyen élményt nyújtott, és szívesen látom önöket bármikor máskor is, és minden rendezvényen ide. Köszönjük szépen, még egy nagy tapsot szeretnék kérni a polgármester úrnak, és köszönjük szépen ezt a mai napot, és szerintem egészen jó kis programok is vannak. 3 óra 15-től, vagyis most érkezik majd a Miskolci Nemzeti Színház énekesei, vagyis Eperjesi Erika, valamint Jenei Gábor, Kriston Milán, és én úgy tudom, hogy lesz egy új tag is, nem a Kriston Milánja, hanem Keresztesi László. Akkor neki egy nagy tapsot hadd kérjünk, jó? Mert hogy ő lesz majd itt, és az előbb őt kihagytam, úgyhogy így legalábbis megvan oldva ez is. Úgyhogy őket kérem ide a színpadra, viszont megsúgták nekem, hogy szeretik a hangzavart. Ugye kicsi hangzavart kéne csinálni, akkor könnyebben felcsaljuk őket, jó? Tehát akkor egy nagy-nagy tapsot hadd kérjek nekik, és hát utána pedig belemenjünk itt az operett és a musical világába. Nagy tapsot, nagy, úgy, nagyon jó. És hát akkor a színpadon Eperjesi Erika, illetve hát a Miskolci Nemzeti Színház énekesei. Thank you.